Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S plusz C Studio Kft. Szexárd. www.splusc.studio.hu. Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Halálos lakástüzek, évről évre többen halnak meg a kigyulladt házakban. Ittasan balesetet okozott, 5 év börtönt is kaphat a 19 éves férfi. Határtalanul program, Tolna megyéből közel 2000 diák vehet részt. Költségvetés 2,5 milliárd forintból gazdálkodhat idén Tolna. Tavaly közel 140 házban csaptak fel a lángok Tolna megyében, és 4-en haltak meg. Évről évre nő a halálos lakástüzek száma. Legutóbb Szekszárdon történt ilyen tragédia, 2 ember ki tudott menekülni az égőházból, 1 ember azonban bent égett. Eldobott gumikesztyű, színi égett fotel és bútordarabok jelzik, hogy itt tragédia történt a közelmúltban. Bár a kertben gondosan összevágott tűzifa vár arra, hogy valaki begyújtson velük, erre mostanában nem kerül sor. A ház ugyanis lakhatatlanná vált, miután péntek éjszaka tűzütött ki a szekszárdi Hosszúvölgyben található ingatlanban. Szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak a lángok megfékezésére. Az épületben 3-an laktak, 2-üknek sikerült kimenekülniük. Egy 3. embert a tűzoltók hoztak ki, azonban az ő életét már a gyors beavatkozás sem tudta megmenteni. Az elmúlt időszakban több olyan lakástűz történt a megyében, ahol valaki bent égett. A legutóbbi ilyen tragédia Bonyhádon a Percel utcában történt. Itt egy több lakásos sorházban csaptak fel a lángok. Egy szabadnapos rendőr vette észre a tüzet, és 7 embert mentett ki az égő házból. 1 ember azonban addigra életét vesztette. Az 58 éves férfi valószínűleg már akkor megfulladt, mire a rendőrök odaértek. Egy másik tragédia is történt tavaly decemberben. Tolnán egy idős nő halt meg a lakástűzben. Ott egy kétszintes ikerházban csaptak fel a lángok. Minden évben több mint 100 lakás gyulladt ki a megyében. Tavaly közel 140 lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat. Legtöbbször a tűzhelyen hagyott étel és az elektronikai eszközök miatt keletkezik tűz a lakásban, de a karácsonyi kellékek és a pirotechnikai eszközök is többször okoztak már tüzet. 2019-ben 4-en, 2018-ban 2-en haltak meg lakástűz miatt Tolna megyében. Ittasan okozott autóbalesetet egy fiatal férfi, aminek során egy 18 éves barátja meghalt, és egy 22 éves utasa is súlyosan megsérült. A Tamási Járásbíróság előkészítő ülést tartott az ügyben. A férfi akár 5 év börtönt is kaphat. Fák közé szorult, szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott autó. Ezek a felvételek 2018. decemberében történt balesetnél készültek a 65-ös úton. A balesetben egy 18 éves fiú meghalt, egy 22 éves férfi pedig súlyosan megsérült. Fejsérülése, végtagjai törése miatt csak fél év alatt gyógyulhat meg, és valószínűleg plasztikai műtétre is szükség lesz a fején levő hatalmas sérülés miatt. A 19 éves sofőr könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. Kovács Ildikó, a szekszárdi törvényszék szóvivője elmondta, a tragédiát az ügyészség szerint az okozta, hogy a sofőr a vezetés előtt alkoholt ivott, amit a helyszínen megfújt szonda, majd a későbbi vérvétel is igazolt. Az ügyészség szerint a baleset azért következhetett be, mert a sofőr ittassága miatt elvesztette az uralmát a jármű felett. A férfi ügyét hamarosan tárgyalni kezdi a Tamási Járásbíróság. Az előkészítő ülést már megtartották, ahol ismertették a vádat. A Tamási Járási Ügyészség emelt vádat halált okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés büntette miatt, az ellen a 19 éves vádlott ellen, aki halálos közúti balesetet okozott. A vádlott nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, és tagadta, hogy a balesetet az okozta, hogy ivott, mielőtt vonalhoz ült.
Halált okozó ittas járművezetés büntette esetén a bíróság 1-5 éves büntetési tételkeret között gondolkodhat. Ennek középmértéke 3 év letöltendő szabadságvesztés, amely kiszabható az enyhítő és a súlyosító körülmények esetén ez emelhető, illetve csökkenthető. A bírósági tárgyalást márciusra tűzték ki. Elérhetővé váltak a magyarországi iskoláknak a külhoni osztálykirándulásokat finanszírozó határtalanul program következő tanévének pályázati kiírásai. A Dombóváron szervezett információs napon elhangzott, hogy Tolna megyéből közel 2000 diák részesülhet a 100%-os, vagyis a nyertes pályázók összes költségét fedező állami támogatásból. A trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából szervezett Nemzeti Összetartozás évének programsorozatához is kapcsolódik az idei határtalanul program. A programokra idén 4,7 milliárd forint jut, a pályázatok beadásának határideje pedig március 30-a. Így a tervek szerint Tolna megyéből közel 2000 diák vehet részt teljesen ingyen határon túli többnapos kirándulásokon. Szeretnénk azt elérni, hogy magyarországi gyerek úgy a magyarországi iskolarendszert ne hagyhassa el, hogy a magyar kormány támogatásával iskolai szervezésben valamilyen magyar területre, valamilyen magyar településre ne látogatott volna el, illetve az ottani gyerekekkel ne alakított volna ki kapcsolatot. A magyarságtudat erősítését és a határon túli magyarokkal való ismerkedés fontosságát emelte ki Pintér Szilárd dombóvár polgármestere a program nyitó rendezvényén. A dombovári tanulók nem először vesznek részt a határtalanul programban. Tavaly az erdélyi Erdőszentgyörgyön töltöttek el több napot kísérő tanárokkal. Nem új jelenségként jelenik meg Dombán ez a program, hiszen visszamenőleg hosszú évekre már sikeresen a dombovári diákok részt vettek ezekbe a programokba. Ami még nagyon fontos, és azt gondolom, hogy az nélkül ez a program nem működhetne, ha nem lennének elkötelezett pedagógusok, akik mindenben segítenek, és ez a program csak attól tud sikeressé válni, hogy gyakorlatilag ők a szervezésbe és annak megvalósításába aktívan részt tudnak venni. Országos szinten 101 ezer, többségében 7. osztályos diák, összesen 450 ezer vendégészakát tölt el a környező magyar lakta országokban 2020-ban. A 2011 óta futó programban pedig már több mint 300 ezer magyar diák vehetett részt. Több mint 70 munkáltató részesült 250 millió forint állami támogatásban a Foglalkoztatási Paktum projekt keretén belül. A 2016-ban kezdődő és ebben az évben záródó program során 164 hátrányos helyzetű álláskereső vagy inaktív személy jutott így álláshoz, hangzott el a Bonyhádi Járási Foglalkoztatási Paktum záró rendezvényén. Ez egy javuló tendencia, nő a foglalkoztatás, nő az aktivitás. Magas a munkanélküliek körében az alacsony képzettséggel rendelkezők aránya, ezért a program célja a foglalkoztatás növelése volt. Az együttműködés keretében olyan képzési és foglalkoztatási programokra került sor, amik a munkaerőpiac bővítéséhez, képzéshez és elhelyezkedéshez szükségesek. Alapvetően a regisztrált álláskeresők voltak az egyik célcsoport, de jó hír, hogy egyébként a rendszerben nem látható, teljesen inaktív, adott esetben már több éve nem dolgozó embereket is részben sikerült elérni, és őket próbáljuk ugye integrálni újra a munkaerőpiacra. Tehát nem csak a kötelező elvárást hoztuk, hogy akiknek papírjuk van a rendszerben, hanem akik nem látszódtak, azok közül is sokakat sikerült elérni. A 2016-ban kezdődő programban olyan vállalkozások és szervezetek kaptak anyagi támogatást, amik új munkavállalókat alkalmaztak. Ezzel fejlődött a Bonyhádi járás gazdasága is, mondta Filóné Ferenc Ibolya, a település polgármestere. A nagy része mikro és kisvállalkozás volt, és azon belül is elsősorban egyéni vállalkozók, akik egy, illetve egy-két főt tudtak bértámogatással foglalkoztatni, legalább 6, de van több esetben 8 hónapon keresztül. Nekik annyit kellett vállalni, további 3, illetve 4 hónapon keresztül tovább foglalkoztatják őket, van egyfajta utánkövetése a projektnek. A Bonyhádi önkormányzattal együttműködött a Tolna megyei kormányhivatal és a gondozási központ családsegítő és gyermekjóléti szolgáltató, mivel ők napi szinten találkoznak hátrányos helyzetű emberekkel. A Tolna megyei foglalkoztatási paktum keretében a tervek szerint 1051 hátrányos helyzetű álláskereső találhat végleges munkát. 2,5 milliárd forintos költségvetése lehet idén Tolnának. A pénz egy jelentős részéből, 900 millió forintból bölcsöde és kerékpárút épül, de tervben vannak út- és járta felújítások is.
Ezek mellett pedig a civil szervezetek is számíthatnak az önkormányzat támogatására. Nyilván a korábbiakban megszokottakon túl támogatni fogjuk a város nagy rendezvényeit, kis rendezvényeit. Én azt gondolom, hogy azokon a fejlesztéseken túl, amit a pályázatokból meg tudunk valósítani, azon túl még lesz pénz, nem túl sok, de lesz pénz járdafelújításra, esetleg útfelújításra. Meghallgatta Szekszár civil egyesületeinek beszámolóit a Város Kulturális Bizottsága. Csötönyi László, a bizottság elnöke azt mondta, általános vélemény, hogy szükség van a civil szervezetekkel való együttműködésre, amihez a megfelelő előkészítő lépéseket megteszi a bizottság. A finanszírozásról szólva azt mondta, a költségvetés ismeretében lehet konkrét összegekről beszélni, de a működést biztosítani kívánják minden szervezet számára. Szükség van egyfajta kooperációra a civil szervezetek, kulturális egyesületek között, derült ki Szekszárváros Kulturális Bizottságának ülésén, ahol két fordulóban hallgatták meg a 18 kiemelt művészeti egyesület vezetőjének beszámolóját. Elmondta néhány egyesület, hogy másik társ kiemelt civil szervezettel vagy művészeti egyesülettel dolgoztak az elmúlt évben, és hogy ez mennyire jó volt és hasznos. Szeretnénk mindenféleképpen kezdeményezni ezeket a fórumokat. A szekszári civil jegyzékben 116 szervezet szerepel, akikkel a város rendszeresen tartja a kapcsolatot. Csötönyi László azt mondja, a terv az, hogy szakterületenként szeretnének egyeztetni a jövőben. A költségvetés hiányában nincsenek konkrét számok a finanszírozás lehetőségéről, mondta az elnök. Hogyha már látjuk a rendelkezésünkre álló keretet, akkor tudjuk nyilvánvalóan az igényeknek megfelelően eldönteni, hogy ki milyen támogatásban részesül, hiszen azt el kell mondani, hogy most is kiderült, illetve múlt héten február 11-én is, hogy van több olyan kiemelt művészeti együttes, amelyik ebben az évben a jubileumát ünnepli. Jelenleg több szervezet is használja Szekszárdváros nevét. A bizottság felül kívánja vizsgálni, kik azok, akik működnek és érdemesek a névhasználatra. Emellett a képviselők azt tervezik, a jövőben a bizottság legyen jogosult a névhasználat jóváhagyására, amit minden esetben a városi testület elé terjesztenek. Új elnök vezeti Tolna megyében a KDNP-t. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke is egyben. Azt mondja, célja, hogy minél több emberrel ismertesse meg a valódi kereszténydemokrata értékrendet. Az irodájában dolgozik a KDNP frissen megválasztott Tolna megyei elnöke, Orbán Attila, Tolna megyei önkormányzat alelnöke is egyben. A párt új Tolna megyei elnöke Erdélyben nőtt fel, és ott is élt a családjával egészen 2009-ig. Azóta szimpatizált a kereszténydemokrata néppárttal, hogy Magyarországra költöztek, majd 4 évet csatlakozott a KDNP-hez, és azonnal elkezdte Tolna megyében újra szervezni az 1998-ban nehéz helyzetbe került politikai közösséget. Már körülbelül 19-20 szervezete, alapszervezete volt megyei szinten a KDNP-nek, ez országosan elég jó, és én magam és a szervezőnkkel közösen még 12 szervezetet létrehoztunk, tehát most már 30 fölött áll az alapszervezeteknek a száma. Tolna megyében a KDNP-t korábban a párt alapítói között is helyet foglaló Pálos Miklós vezette. Ő azt mondja, jó szívvel adja át az elnöki posztot Orbán Attilának, mert benne egy olyan fiatal politikus lát, aki mindenben megtestesíti a kereszténydemokrata szemléletet. Új alapszervezeteket hozott létre, sok tagot szervezett be, vannak polgármestereink, úgyhogy örömmel adtam át neki, ismerem személyesen is, az Attila nem csak politikus társ, hanem jó barát is. A KDNP új Tolna megyei elnöke azt mondja, a célja, hogy minél több emberrel ismertesse meg a valódi kereszténydemokrata értékrendet. Közös farsangi fánksütést tartottak a bátaszéki napsugár nyugdíjas egylet tagjai szerdán délután a helyi művelődési házban. Az egyesület tagjai tavaly ünnepelték ilyen módon először együtt a farsangi időszakot. Programjaik viszont egész évben vannak, sőt, minden héten tartanak összejövetelt is. A mostani fánksütést is együtt csinálták, volt, aki a tésztát dagasztotta, volt, aki nyújtott, és volt, aki az édességeket sütötte. Járunk színházba is, meg különböző kis dolgokat beteszünk, hogy egy kicsit változatos legyen ez a nyugdíjas élet, mert hát azért már mindannyian nagyon tetszik látni, hogy nagyon sok hölgy van, és az azt jelenti, hogy a párunk már nincsen. És valahogy így próbálunk tovább élni, és jól érezni magunkat együtt. Regionális híreink következnek. Kaposvár nyertese lesz az évtizednek, értékelt Szita Károly polgármester. Nem lesz forgalomkiesés, ígéri a városvezető,
Márciustól indulnak a munkák a pécsi Ferencesek utcájában. Fontos Pécsnek a diáksport, összesen 3 diák olimpiai döntőt rendez idén a város. A gazdaság erősítése, a bérek növelése, a népesség emelkedése és az egészség megőrzés. Ezek a legfontosabb célok Kaposvár jövőjét illetően, mondta Szita Károly polgármester évértékelőjén. A városvezető úgy fogalmazott, a megyeszékhely nyertese lesz az előttünk álló évtizednek. A 21. század az innovációról, a magas hozzáadott értéket képviselő technológiák jelenlétéről fog szólni, mondta Kaposvár 21. századi újraiparosítási programjáról évértékelőjén Szita Károly polgármester. A cél, hogy Kaposvár a Dél-Dunántúl vezető városa legyen, tette hozzá a polgármester. Ezért a többi között innovációt ösztönző környezet kialakítását kezdik majd el, ahol a vállalati fejlesztési igények találkoznak az egyetemi kutatásokkal és oktatásokkal, mondta a megyeszékhely polgármestere a gazdaságfejlesztésről. Amellett, hogy erősödni fog Kaposvár tőkevonzó képessége, egyben nőni fog városunk adóereje is. És mindenre azért is szükség van, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy üzemeink, gyáraink, cégeink képesek legyenek a képzett munkaerő megtartására. Képesek legyenek arra, hogy itthon maradjanak a kaposvári fiatalok. Ezt csak úgy tudják megtenni, ha versenyképesebbek vagyunk, és magasabb fizetést tudunk biztosítani. És épp ezért elkezdjük városunkban egy új iparközpontú modellnek a kialakítását. Ennek érdekében még ebben az évben egy 9 pontból álló gazdaságfejlesztési programot indítunk útjára. Mint hozzátette, a gazdaságfejlesztést segíti Kaposváron az idén nyár elejére elkészülő új ipari park is a Füredi úton. Szita Károly évértékelőjén a kaposvári bérekről is beszélt, Budapest és a 23 megyei jogú város éves jövedelmeit tekintve. Az egyfőre jutó jövedelmekben az elmúlt 5 évben 45,6%-os növekedést értünk el, ami 10. legmagasabb a rangsorban a 24 város viszonylatában. Ez azért is fontos, mert csak úgy tudunk felzárkózni, mégpedig gyorsan felzárkózni, ha mi nagyobbakat lépünk versenytársainknál. Szita Károly bemutatta azt a demográfiai programot is, amelynek minden eleme azt a célt szolgálja, hogy a megyeszékhely lakossága gyarapodjon, és 2030-ig több gyermek szülessen, mint ahányan az időseink közül eltávoznak. Kiemelt cél továbbá a megyeszékhelyen élők egészségének megőrzése is, ezért a többi között további védőoltást támogatnak, és folytatódik a rendelők felújítása. Idén kampány indul a szív- és keringési betegségek megelőzéséért is, folytatta Szita Károly. A jövőbeni tervek között említette a megyeszékhely polgármestere, hogy 2030-ig a lehető legnagyobb mértékben csökkentse a város az energiafüggőségét, és növelje a környezetbarát és olcsó energiaforrások használatát. Bérleti díjkedvezményt kérnek az ellenzéki képviselők a Ferencesek utcájában működő vállalkozásoknak, erről is szó volt a pécsi közgyűlés keddi ülésén. A Fidesz frakció nyújt be hamarosan olyan előterjesztést, ahol így kártalanítaná a belvárosi üzleteket a felújítási munkák miatti forgalom kiesésért. A városvezető szerint másként szervezik a munkálatokat márciustól, nem lesz fejetlenség, mint az előző időszakban. Dolgoznak a pécsi Ferencesek utcájában ezeken a felvételeken. Tavaly májusban indult a belvárosi terület felújítása a közművek korszerűsítésével. Azonban a munkálatok miatt forgalomkiesés volt az üzletekben, vállalkozásokban. Ezért akar segíteni rajtuk a pécsi közgyűlés fideszes frakciója. Azokra a hónapokra, amikor ezek a felújítások zajlottak, valamiféle engedményt, kedvezményt tesz a pécsi vagyonhasznosító ZRT, legalább azoknak a cégeknek, vállalkozásoknak a vonatkozásában, akik az önkormányzattól bérelnek ingatlant a pécsi Ferencesek utcájában, ha mondjuk a kedvezmény keretében a bérleti díj egy részét, akár 50%-át elengednék, akkor azt gondoljuk, hogy az megfelelő kompenzáció lenne. Ezt a javaslatot akarja a városi képviselők elé vinni a helyi Fidesz frakció. A város polgármestere szerint a felújítási munkák márciusban induló második szakaszában máshogy szervezik a munkát. Folyamatos kapcsolatban vannak a helyi vállalkozások irodák képviselőivel. A burkolat cserével összefüggésben köteleztük arra a vállalkozót, hogy egy logisztikai tervet, egyfajta koordinációs tervet tegyen az asztalra, ami pontosan bemutatja, hogy az utcának melyik szakaszán, milyen szélességben fog tudni megvalósulni a kivitelezés úgy, hogy közben mind a gyalogos forgalom, mind pedig az érintett akár vendéglátóegységek
megközelíthetősége vagy a nyersanyag ellátása biztosított maradjon. Márciustól a burkolaton kívül megújulnak a Ferencesek utcai kandelláberek, amikre növények is kerülnek, valamint fákat ültetnek az út két oldalán. Várhatóan nyár elején végeznek a munkákkal. Drogokról, kapcsolatokról, megaláztatásról és a barátságok kialakulásáról szól Glasüter Bianca könyve. A Kródi Gyula szakgimnázium diákja egy éven át írta a fiatalokról szóló krimit. A szerző 3 éve bontogatja szárnyait, eleinte fenteziket próbált írni, tavaly viszont egy iskola történetbe kezdett bele. A tervek szerint a fiatal lány írását az idén már könyv formájában is meg lehet majd vásárolni. Szerintem a drog az nagyon káros, és nagyon megváltoztatja az embert. És aki van benne 5 srác, aki a Max-et igazából bántja, ők azért lettek ilyenek, mert nekik a családi hátterük miatt muszájak voltak ehhez hozzájönni. Bianca fiatalkora ellenére nagyon komoly témát dolgoz fel krimiében. A Gyémánt című írásában a középiskolás fiatalok hétköznapjait mutatja be. A műben érinti a drogok használatát, az egymáshoz való viszonyulást és a lelki bántalmazást. A maga a könyv az 2 részből áll, az egyiket egy nagyon negatív festéssel, egy 30 évvel ezelőtti iskolát mutattam be, amiben hát történt egy tragédia, és ott a főszereplő fiú Max egy igazi hierarchia legalján lévő fiú, akinek a családi háttere is igazán hát szörnyű, és az iskolában is ezért folyamatosan piszkálják, szekelják és rászállnak. A történet második része már a jelenkorban játszódik, s nem csak a valóságot mutatja be a szerző, hanem egy fantáziavilágot is megjelenít. Bianca írására az Agenda kiadó figyelt fel először. A szerző 3 éve bontogatja szárnyait, eleinte fanteziket próbált írni, Gyémánt című regényébe 1 éve kezdett bele. Először egy fantazival indítottam, viszont hamar rájöttem, hogy az valahogy nem az én műfajom. Utána elkezdtem naplószerűt írni, és több témát is boncolgattam, viszont ez a kicsit krimis, drámás, romantikus, kevert műfaj lett az, ami igazából úgy megragadott, és amiben ki tudom élni magamat. Bianca az iskolában is nagyon aktív, az írás mellett rendszeresen készít fotókat is. Mindenképpen fontos, hogy legyen ilyen generáció, aki tulajdonképpen ír, fest, rajzol, fotóz, mert meg a kiváló rajzos és kiváló festő és fotós is egyben, illetve fontosnak tartom, hogy vannak ilyen diákok itt az iskolában is, például a szakképzés terén is. Bianca Gyémánt című regényét a tervek szerint idén adják majd ki, addig elektronikus formában érhető el. A fiatal lány azonban már a következő könyvén dolgozik. Bianca annyit elárult, a történet a jövőben játszódik majd. A Diákolimpia a diáksport egyetlen országos tanulmányi és tehetséggondozó versenye Magyarországon. Idén a Magyar Diáksport Szövetség 16 országos döntőt rendez, a sportági szakszövetségek pedig további 35 versenyt bonyolítanak le. A legjobb alsótagozatos grundbirkózók Pécset találkoztak. Pécs városának fontos a diáksport, hiszen ez jelenti a versenysport alapját. Ebben a tanévben összesen 3 diákolimpiai országos döntőt rendeznek Pécsett. A grundbirkózó diákolimpiára csaknem 1200 iskolás nevezett. A legtöbb nevező csapat, azaz 24 Baranya és Borsod megyéből érkezett. Az országos döntőbe összesen 45 csapat jutott be, akik 15 súlycsoportban mérkőztek meg. Pécs mindig is egy olyan város volt, ahol a sport nagyon fontos volt, és ugye Pécs rengeteg olyan sportolót adott az országnak, Európának és a világnak is, akikre abszolút büszkék vagyunk, és óvatatlan, hogy egy ilyen szituációban az ember végignéz a kisgyermekeken, és az az első gondolat, hogy lehet, hogy most itt áll velem szembe az új Növényi Norbert, aki majd olimpiai bajnok lesz, vagy az új Smolka Nikolett, hogy egy Pécs példánál maradva, aki esetleg majd világbajnok lesz. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy ugye kellő figyelmet, és ha kell, akkor anyagiakat is áldozunk arra, hogy ezek a gyermekek ugye ne kalódjanak el, hanem ugye mind a városoknak, mind adott esetben az országnak ugye a kellő dicsőséget meghozzák. A Magyar Diáksport Szövetség a sportprogramokon keresztül támogatja az önkéntesség, valamint a társadalmi befogadás szemléletének erősítését, fejlesztését hazánkban. Állandó kapcsolatban áll szinte valamennyi magyarországi iskolával, és minden évben megrendezi a diákolimpiákat. Olyan birkózó alapok, birkózó mozdulatoknak az alapjait tanítja meg a gyerekeknek, és azokat a
készségeket, erényeket fejleszt ki bennük, ami azt gondolom, hogy minden gyerek számára fontos, az alázat, a tisztelet a másik ember szempontjából, a célállítása, a küzdeni tudás, a kitartás, ezek mind-mind ahhoz kellene, hogy egyébként ott majd felnőtt sikeres felnőtté váljanak. A pécsi Messesi Általános Iskola és a szigetvári Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola grundbirkózói jutottak be a megyéből az idei diákolimpiai bajnokság országos döntőjébe. A rangos viadalt a Gandhi sportcsarnokban rendezték. A megye csapatai a helyezések mellett egy ezüst és egy bronzérmet szereztek. Végül mutatjuk újra röviden, miről szólt a híradó. Halálos lakástüzek, évről évre többen halnak meg a kigyulladt házakban. Ittasan balesetet okozott, 5 év börtönt is kaphat a 19 éves férfi. Határtalanul program, Tolna megyéből közel 2000 diák vehet részt. Költségvetés, 2,5 milliárd forintból gazdálkodhat idén Tolna. Csütörtökön eleinte élénk, olykor erős lökésekkel kísért északnyugati szél fúj, majd fokozatosan mérséklődik a légmozgás. Már délelőttől napsütés várható. Az évszakos átlag körül alakul a hőmérséklet, csapadék nem lesz. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!